Gyertek, gyertek! Na hát, sziasztok! Boldog új évet kívánunk nektek! Boldog új évet! Boldog új évet! 2024-et írunk, és hát ez lesz az első videó itt a csatornámon. A címből már láthatátok, hogy miről lesz szó, szóval nem egy vlog videó lesz, hanem egy mesélünk egy történetet, sikersztorit, egy álom megvalósítását, nem is tudom. Itt vagyunk Ausztriában. Hú van. Jó sok hó esett, ugye? Ja. És mi van a kezedbe? Ja. Ja? Eliza alszik, ezt várta, hogy végre megfújhassa. Szoktam ilyen így teltek az ünnepek videót csinálni, hát most gyors ledarálom. Gyulán töltöttük a szentestét, ott voltunk egy 3-4 napot, majd átmentünk Pécsre, ott is karácsonyoztunk egy nagyot. Szervezetem bemondta az unalmast, úgyhogy egy jó kis hasmenéses vírust benyeltem. Lehet, hogy csak a sok töltött káposztát nyeltem be, és az jött ki. Minden esetre ezért nem nagyon volt kedvem az évelején videót csinálni, de utána Pécsről egyből ki is jöttünk Ausztriába. Gondoltuk, megmutatjuk nektek az új szerzeményt. Ugyanis vettünk egy apartmant Ausztriában. Pontosan ebben a házban itt mögöttünk. Azaz egy fele. Igen, az hozzátartozik az igazsághoz, hogy egy barátunkkal együtt vettük meg felesbe, és hát leginkább kiadásra szeretnénk hasznosítani ezt az apartmant, és hát nagyon örülnénk neki, hogyha ti is ellátogatnátok majd ide hozzánk. Itt jön a síbusz! Na erről is lesz majd még szó, hogy miért is szuper ez az apartman, ugyanis ugye itt vagyunk a második szinten, és konkrétan itt áll meg a síbusz a ház előtt, és mehettek föl síelni. Szóval, hogy hogyan alakult ez az egész? Ugye Igen. Mi ide járunk ki Badmintonról nagyon régóta, a házunk ez a hotel mögött található, konkrétan tényleg pár méterre tőle, és ismerjük itt a hotel, úgymond személyzetét, tulajdonosát, vannak itt magyarok, akikkel jóban vagyunk, és akkor jött a lehetőség, hogy a hotel tulajdonosa a hotelnek egy részét szeretné apartmanokká alakítani, és azt úgymond értékesíteni. Szóval maga a hotel az most már csak az első szinten üzemel, és a második szintet úgy döntöttek, hogy felosztják apartmanokká és értékesítik. Ebből vettünk mi meg egyet, és hát nem volt elég pénzünk, hogy az egészet kifizessük, úgyhogy itt jött az, hogy egy barátunknak is szóltunk, és hát úgymond felesbe vásároltuk meg. Nem akartunk lemondani róla, hiszen akkora lehetőségnek tartjuk, amiatt, hogy itt van közvetlen a sípálya, és tudjuk, hogy gyönyörű maga a falu, nagyon jó az egész térség. Szerettük volna a pénzünket is biztonságban tudni, azt gondolom, hogy itt Ausztriában, Euróban vásároltuk meg, a térség is nagyon fejlődik, szóval nagyon mennek fel itt az ingatlanárak, úgyhogy ja, mondhatom azt, hogy kihagyhatatlan lehetőség volt, és hát nagyon hálásak vagyunk érte, hogy volt rá lehetőségünk is. Na hát röviden, tömören ennyi, megmutatjuk nektek, hogy is néz ki. Szóval a hotelen keresztül jutunk be az apartmanunkba. Hát alapvetően egy ilyen osztrák stílusú a hotel maga, van lift is, és így fogunk felmenni most a második szintre, ahol is található az apartman. Van egyébként sítároló is az apartmanhoz, és a hotelben van szauna is, de ezeket majd mindjárt elmondom, hogy egyébként milyen lehetőségek vannak még itt. Na hát meg is jöttünk a második szintre. Ez a mi házunk. Bizony, itt a mi házunk, a 203-as apartman, nagyon kis otthonos, teljesen felújított itt a folyosó is. És hát itt a széfünk, aminek most nem mondom el a jelszavát. Kulcs megszerezve. Oh, ez igen. Oh, és megjöttünk, cipőt le. Na hát üdvözöllek benneteket a Loeb apartmanunkba. Gyertek be, csinálunk egy gyors kis lakástúrt. Ez itt az előszoba, hogyha ide bejöttök, akkor ide le tudtok ülni, le tudjátok venni a cipőtöket, fel tudjátok akasztani a kabátotokat. Ezzel szemben találkozhattok a mosdónkkal, vagy hát a WC-nk egy külön WC-vel. Úgy, de majd valami képet hozzunk már. Jó. Ezt még díszíteni kell. Igen. Ma a fellépő kisgyerekeknek. Nagyjából ennyi. Találtál szőkítőket is? Ez a miénk lesz? Hát itt aki jön majd ide, majd az használhatja. A picik is tudjanak vécézni, de azért ez koszos, úgyhogy vigyük vissza. Nem koszos. Nem koszos. Hát szóval gondoltuk a gyerekekre is. Szóval meg is jöttünk a nappaliba, ami egyben egy háló és egy francia ágyal. Álljatok azért minden, megmutatok így. Jó, igen. Van tükör, fogas, van egy szekrény, olvasólámpák, van ugye internet, meg wifi, és hát így néz ki, rengeteg munkák van benne, de ezt is majd mindjárt elmesélem, meg megmutatom, hogy milyen állapotok voltak itt előtte. Van egy tusolós fürdőszoba, tükörrel. A szokásos. Szokásos, nem lehet tudok mit mondani. Köszöntünk a Loeb apartmanunkban. Kérdezzétek jól magatokat, itt van egy-két kis hasznos info a környékről, meg így az egészről. És van itt egy másik helység, amit hát egyelőre nem választ el semmilyen elválasztó dolog, szóval nincs függöny meg tolóajtós, ezen gondolkodunk, mert volt már olyan igény, aki még a képeken láthatta volna foglaláskor, hogy nincs itt semmi elválasztó, de gondolkodunk rajta. A lényeg, hogy itt is van egy kihúzható
ilyen floorbed. Ez egy igazából egy ilyen kis fotel kanapé. Kanapé. De hogyha kihúzod, akkor egy ilyen 140-es ágy. Úgyhogy szerintem a legoptimálisabb egyébként ilyen családosoknak ez az apartman. Gyerekek szerintem itt tök buli aludni. Igen, úgy kell használni a kanapét is. Hú, a lábakat föl! Na és ha ide fordultak, akkor itt láthatjátok az étkezőt és a minden igényt kielégítő kis konyhánkat. Igen, ezt lehet bővíteni, hogy ha kiforgatjuk itt a lábát, amire már nem is emlékszem, hogy volt ez. Ja, itt van. Ah, kösz, Szoli. A székek kint vannak, ugyanis van egy érdemes előbb behozni, hogy megmelegedjenek. Szóval van egy erkély és a székeket, hogyha többen akartok bent tenni, akkor azokat ugye hozzátok be, hogy megszáradjanak. És hát a havas táj. És hát itt a havas táj. Ott van egyébként egy hatalmas hegy, ami most nem látszik a hóesés miatt. Gyönyörű. És szerintem is iszonyatosan megnyugtató. Alapfelszerelésekkel természetesen felszereltük a konyhánkat, van hozzá egy hűtő, szóval mindenki be tud magának készíteni alapanyagokat, és főzni is tudtok, hiszen van főzőlapunk hozzá, amit be tudtok üzemelni, Nespresso-s kapszulás kávét tudtok főzni, ez még szokott kérdés lenni. Tányérok, poharak, cukor, mindenféle jóság, gyerekeknek könnyek tányérok, mikro, kuka. Mulikámnak délutáni alvás kéne. Cukor, az lent van a recepción. Van egy titkos retesz. Van egy titkos fiókunk, amit itt találtak. Hát igen, azért ez kell, szerintem, aki itt tölt egy pár napot. Igen, lehet tojástartunk is van. Ó, és ki lehet nyitni. Aha. Kösz, Szoli, ez egy nagyon hasznos funkció. De ha nem szeretnétek főzni, akkor itt a hotelben egyébként étkezésre is van lehetőség, hiszen lent van konyha. Mármint a konyhát úgy érti, Rami, hogy van étterem része is. Ha jelzitek a recepción, hogy szeretnétek vacsorázni, akkor arra is van lehetőség, ugyanez a reggeli, az is, nem tudom mennyi euró, az tényleg ezt itt érdeklődjétek meg, mert nem mindig van. Ezeket nem is mi biztosítjuk, mi alapvetően csak az apartman részért felelünk, az, hogy ami így a hotelben történet dolgok, azok tőlünk teljesen függetlenek. Kellett volna az a délutáni pihi, nem? A nagy szánkózás után mi? Na hát így nézzünk ki, rengeteg munkánk van ezzel az egésszel. Annyira durva, most ide vágok be nektek egy ilyen kezdeti roomtourt, hogy honnan is indultunk. Hát tök lepukkant volt az egész apartman, és tényleg teljesen fel kellett újítanunk az egészet, szóval itt minden, amit láttok, az a mi kétkezi munkánk, mi szereltük össze a bútorokat, raktuk össze a konyhát, rendeztük be! Csip! Itt bent a laskádból van egy játszótér. Jaj, igen, ezt el is felejtettük. Pingpongot. Na, azt mindjárt megmutatjuk, van egy közösségi hely is itt a hotelben, amit használhattok. Na és hát mindamellett, hogy szerintem nagyon szép lett az apartman, a legfőbb előnye, vagy így a legjobb wow faktorja az a lokáció. Ugyanis ahogy már a videó elején láttátok, a síbusz az konkrétan itt áll meg a hotel előtt, és innen visz fel a buborékos felvonóhoz, ami felvisz a legmagasabb pontjára itt a környező hegyeknek, vagyis hát a sípályának, és be tudjátok onnan járni itt az egész terepet. Na és az hagyján, hogy fel tudtak a ház elől menni síelni. Készítek el, hogyha nagy hú van, akkor konkrétan le is tudtok csúszni majd, hogy nem a házig. Sőt, kis túlzással szerintem egyébként, ha nincsenek letakarítva az utak, akkor konkrétan idáig a hotelig le tudtok csúszni síregyszer. Konkrétan a házig is. Idén amúgy most egész december óta van egy kettes pálya, amit a hegyen csordogál le, és a faluba le lehet síelni. Szóval nem is kell egyébként giga hú hozzá, le tudsz csúszni. Ja és igen, ahogy Rami mondta, hogyha nagyon nagy hú van, vagy most még nincsenek eltakarítva az utak, így a házig le tudsz síelni. Szállásnak is szoktam írni, hivatalosan nem az, de tényleg nem kell autóba ülni, és úgy tudsz síelni egy egész napot. Hát annyi különbségen nem föl van a hegyen, ja. De igen. Lehet kis állatot hozni hozzá. Hát kérdések, amik egyébként szoktak lenni, ilyen az állat, hogy... De írjátok le kommentbe az összes ilyen kérdéseteket, és válaszolom. Ja, és ami nagyon fontos, hogy Instagramon kövessétek be a Loeb Apartmentnek az oldalát, mert ott egyrészt egy csomó friss infót megtudtok, így az apartmannal kapcsolatban, plusz oda, ha írtok, akkor rögtön kaptok mindenre választ is. Az időpontokkal kapcsolatban, most ugye síszezon az most már eléggé tele van, így január-februárra. Tök durva, hogy márciusra még nagyon kevés foglalás érkezett, pedig hát akkor gyűlik össze itt a legtöbb hó is, ráadásul jó idő is van, úgyhogy márciusra még nem csúsztatok le bookingon, meg tudjátok majd nézni, és ott van a leírásban, hogy mikor vannak szabad időpontok, de egyébként meg írjatok a Loeb apartmentnek a
Instagram oldalára, tényleg minden kérdésre válaszolunk. Úgyhogy a leírásban minden infót megtaláltak, nem tudom, mit mondhatnánk még el. Reméljük, hogy lesznek kérdéseitek kommentben, és most akkor utána már sokkal okosabbak leszünk, és válaszolunk mindenre. Te most bejössz? Mivel jössz? Igen. Na. Hogy itt a hátban van játszótér. Na, akkor mutassuk meg azt is, jó? Mindjárt megyünk, gyere, mutasd meg nekik. És hát Olira is nagyon büszkék vagyunk, szerintem jutalékot is fog kapni, ugyanis egy csomó bútort te szereltél össze. Mi? Nem emlékszel már rá? Ó, hát teszek én be ide képet mindjárt, hogy miket szereltél, a kis csavarhúzóddal. Na szóval, ahogy mondtuk, vagyis hát ahogy Oli mondta, van egy ilyen közösségi hely is itt a hotel aljában, van csocsó, pingpong, mindenféle játékok. Lehet bábozni, meg póni lovagolni. Na és hát van itt egy szauna is, mint mondottam, van egy ilyen kis pihenős rész, tusoló, meg hát itt van maga a szauna, nagyjából ilyen, hát 4-5-6 fő fér el benne, ezt is a hoteltől tudjátok kérni. Van a hotelben egy étterem is, itt kérhettek félpanziót. Ugye az reggeli és vacsora, ugyanakkor este van à la carte étlap is, ezekről is tudtok választani, de ezek tőlünk független dolgok, szóval, hogyha jöttök ide hozzánk, akkor alapvetően mi az apartment biztosítjuk, minden másról itt a recepción, a hotelnél tájékozódjatok. Jaj, ez egy horrorfilm? Jaj, ott egy T-rex, reméljük, hogy nem bántja a nyuszit. Jaj! Na hát fiúk és lányok, nagyjából ennyi. Nagyon örülnénk neki, ha ti is kipróbálnátok a mi kis apartmanunkat, és jól éreznétek ti is itt magatokat. Ezt már mondtam korábban, hogy a síelés az adott Ausztriához kötik nagyon sokan, ugyanakkor szerintem majd tavasszal meg nyáron is fogunk jönni innen nektek videóval, hogy miért is érdemes idejönni, hogy a nyarat ne csak a tengerparttal azonosítsuk meg a Balatonnal. Én azt gondolom, hogy az aktív nyaralás az nagyon fontos, és mi ennek is vagyunk a híve, és csodálatos, itt minden adott hozzá. Csodálatos túraterep, Doni tudna a biciklizésről mesélni, úgyhogy tényleg nem csak a tél és a síelés köthető ide. Ugyanakkor márciusra, mint mondottam, még rengeteg időpontunk van. Iratkozzatok fel a csatornánkra. Remélem, hogy tetszett a videó. Dobjatok rá egy lájkot, és hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Boldog új évet még egyszer!